2013. júliusában Szadanagy Község képviselőtestülete 10 éves útépítési programot fogadott el, melynek komolyságát kihangsúlyozva a rendeletben szabályozták a község útépítési terveit. A Szada Nagyközségi útprogram keretében az elmúlt két évben már több utca kapott szilárd idén pedig újabb két szadai utcát érintő beruházás fejeződött be, mely közvetlenül 72 ingatlant érintett és közel 62 millió forintba került. Ebben az évben, amire az önkormányzat keretet tudott biztosítani, saját erős beruházásba Szada Kertolja utca teljes hosszába, valamint a Szöllő utcának az első szakasza megépítésére került sor a Kertalja utca hossza 750 méter, a Szőlő utcájé pedig 78, és mindösszesen a sárázókkal együtt 850 méter aszfaltozott út készült el. Az út szélessége 4,5 méter, szegélyek közé öntött aszfalt készült. Az aszfalt vastagsága 4 cm a kopórétekként, az alatta lévő CKT-nak nevezett betonréteg 20 cm, és az, alatt lévő alapréteg zúzott kő, az pedig szintén 20 cm tömörítve. Ebből áll össze az a 4 méteres szerkezet, ami végig húzódik a Dózsa György utcától egészen a Székelybertalan utcáig. A, a forgalom lassítás ma már azért elég nagy követelmény az ott lakók védelme érdekében. Hét darab bukkanó készült, magyarul ez egy 8-10 cm magas, 2-2,5 méter széles, térkő burkolatból kirakott emelkedőt takar. Azon kívül a csatlakozó utaknál és a behajtásoknál kihelyeztük a lakóövezet táblát, lakópihenővezet táblát, bocsánat, amelyik szintén korlátozza a súlyt és a mozgási sebességet is. A, az utca mindkét oldalán szegélykő készült, az egyik felén kiemelt szegély, az a lejt oldalán, ahol a csapadékvizelvezetés történik, a másik oldalon pedig az úgynevezett K-szegély, magyarul fektetett szegély készült a te, az út teljes terjedelmében. A, a meglévő kocsibehajtók helyreállítása megtörtént, nem újjáépítése, hanem az azokra való ráhajtásnak a biztosítása minden esetben elkészült. A csapadékvizelvezetés megoldása felszínen történt, Gyakorlatilag az aszfaltos út kiemelt szegély mellett viszi le egészen a mélyárok folyásig a vizet, és ott belecsatlakozik a vízfolyásba. Milyen garanciákkal készült ez az út? Hát a szokásos garancia, ugye az egy éves mindenre szóló jótállási garancia az feltétlen feláll, egyébként a hosszú távú garancia bármilyen meghabásodás esetén pedig öt évre szól. Előzetesen az ott lakók fellettek szólítva, hogy az összes közművet községbe, tehát gyakorlatilag most, hogy elkészült ez a szép út, a felbontása tíz évig tilos. Akár közműbekötés, vagy más teendő miatt is. Szada nagyközség a belterületi útjait szeretni olyan helyzetbe hozni, hogy élhető legyen a település. Rendkívül sok panasz érkezett ezekre az utakra. Ez a jelenleg elkészült út egy nagyon hosszú és nagyon sok lakost érintő út volt, úgy hívják, hogy Kertalja út. Ez a település főútvonalától a települést elhagyó székely bertalan -Magyarúdi út felé, tehát székely út felé jön ki, tehát ez egy nagyon hosszú útszakasz, és ez prioritást kapott, mivel sok minden ehhez még kapcsolódik. Kapcsolódik hozzá olyan bekötő út, amely a település más részeit a központhoz beköti. Ez a beruházás rendkívül, precíz, a domborzati viszonyokat figyelembe véve nagyon nehéz beruházás volt, jelentős költséggel, de büszkék vagyunk arra, hogy ez sikerült megvalósítani, a lakók nagy örömére, ami azt hiszem, hogy kifejezésre is jutott, mert éjfél utánig tartó ünneplés volt a szalagátvágás után. Rengeteg ember volt ott, és rendkívül módon köszönték meg azt, hogy ez az út elkészült. Ez azt hiszem, hogy nagy elégtétel. Továbbiakban is igyekszünk hasonló beruházásokat végezni nekünk, az önkormányzatnak van egy útépítési tervünk, amelyet most fölül kellett vizsgálni, teljesen más pénzügyi viszonyok között él az önkormányzat, mint amikor ezt létrehoztuk 19... 2012-ben. Ma a prioritást vesszük figyelembe, tehát olyan útépítését kezdeményezünk, aminek rendkívül nagy jelentősége van és prioritása van, természetesen kisebb mértékű a beruházási lehetőségünk, mint 12-ben volt. Ugyanakkor vannak reménysugarak, mert a kormányzat rendkívül sok pályázatot hirdelt meg most a 16 utolsó negyed évébe és 17 évbe, amely érinti a belterületi utakat is. Ezt a lehetőséget szeretnénk megragadni, kihasználni és lehetőséget biztosítani, hogy még élhetőbbé, még jobbá tegyük a település úthálózatát. Természetesen ez sem minden, mert 88 -8 darab települési mellékút vár még hasonló csapadékvíz és szilárd burkolatra. Ez nem kis szám, ez egy jelentős szám. Ugyanakkor módosítottuk ehhez kapcsolódó rendeletünket is, és a lehetőséget biztosítottunk a lakossági és önkormányzati összefogással, befizetéssel, összefogással készülő utakra is. Tehát azok az településrészek, amelyek nem esnek bele a prioritásba, valamilyen oknál fogva, de ők szeretnének szilárd bulkolatútat, és szeretnének kultúrát, csapadékvizelvezetést A önkormányzati összefogással kölcsönösen, tehát együttesen megvalósítható lesz az úthálózatnak a megépítése. Ennek le vannak írva a törvényi, pénzügyi feltételei, amelyeket ha a lakosság tanulmányoz és részükről egy ilyen igény fölmerül, kezdeményeznek, akkor mi ehhez hozzájárulunk és segítjük, és együtt meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat. Az elmúlt időszakra azért az önkormányzatunk büszke lehet, mert több utcát tudtunk, hogy úgymond végleges burkolattal és csapadékvíz elvezetéssel megoldani. Ezeket egy felsorolás szerint mondom, de szét kell választani beruházási pénzügyi függés szerint. A Kisfaludi utcát oldottuk meg a csatornámi társulás megtakarított pénzéből úthelyreállítás címszó alatt. Ez egy nagyon jelentős dolog volt, rendkívül módon jól sikerült. Ezzel paralel párhuzamosan lakossági összefogással a kisfaludi köz megépült, ami szintén egy pozitív dolog. A lakosságnak pozitív volt ott a hozzáállása és az önkormányzatnak is, mert a ö, ö, lakossági összefogásnál mindig ugye az 50%-a lakosság és 50%- az önkormányzat ügyé terheli. Ez is megépült. Elmúlt időszakban készült el a jelentős nagy beruházásként a Rákóczi út, amely az új óvoda mellett, tehát a falu összekötő útja, főútvonala, így is mondhatnám, ami teljes mértékben önkormányzati beruházásként ugyanúgy, mint most a Kertalja utca. A Kertalja utca kapcsán azért el kell, hogy mondjam, hogy a Szöllő utca egy része, a főútra való kivezető része is elkészült, ami jelentős, és ebbe is önkormányzati pénz van. Ezt követően már munkálkodunk a Jókai utca, ami szintén egy nagyon fontos útszakasz a szadának, elkerülő út szempontjából is, fekvési szempontból is és a település, tehát ipar és sűrű lakottsága szempontjából. Ez szintén a csatornámű társulás megtakarításából csatornázás utáni helyreállítás címszó alatt jön létre. Megragadtuk a lehetőséget és az alkalmat, kiegészítettük ezt a pénzösszeget önkormányzati büdzséből, és a Bucka utca egy részét is megoldjuk és meg fogjuk oldani a csapadékvíz elvezetését is, ami szintén jelentős az ott lakó polgárok számára. Én azt hiszem, hogy ezekkel a útszakaszokkal és ennyi tevékenységgel, tehát büszkén mondhatjuk azt, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználtuk a jövőt illetően. Az előzőekben említettem, hogy a pályázati pénzek, de ugyanakkor ahogy a önkormányzat pénzügyi bevételei lehetővé teszik, az eredeti útterv hát figyelembevételével ki fogjuk választani azokat az utcákat vagy egy utat, ami nagyon fontos a település számára, és azt meg fogjuk csinálni. Azért ezek a szilárd utak. Azért azt is el kell mondanom, hogy jelentős pénzösszegeket fordítunk arra, hogy a nem szilárd burkolatú utak helyreállítása minden eső után szad a domborzati viszonyait figyelembe véve, ha rendkívül nehéz feladatunk van, hogy ezeket mindig helyreállítjuk, megfelelő közlekedésre alkalmassá tesszük. Ilyen helyreállítások történtek Szada különböző területei, most nem sorolom föl, ugyanakkor egy, amit pozitívan említenék, hogy a Fenyvesligetbe jelentős lakossági hozzájárulással és önkormányzati együttműködéssel olyan martaszfalt útszakaszokat alakítottunk ki, amely élhetőbbé teszi ezt a területet. Még egy nagyon fontos dolog a belügyminisztériumnak a Viszmajor keretében nyertünk 66 millió egy néhány százezer forintot, amelyet a mélyárok, ami tulajdonképpen az egész település központjának a dobogótól számítva a vízelvezetését biztosítja, a kialakításához lesz felhasználva, és egy kisfaludi utcai átteresz megújításához. Ez a két dolog fér bele ebbe a Viszmajor keretbe, ez egy jelentős összeg és egy jelentős beruházás lesz. Tudni légy a mélyárok már nagyon veszélyeztette a környező házakat. Hatalmas, aki ismeri, azt tudja, hogy hatalmas vízmennyiséget vezet el. Úgyhogy ezen is dolgozunk, ez a tavaszi munkakezdésbe fog majd beilleszkedni a pénzt azt a belügyminisztérium a pályázaton keresztül biztosítani fogja, közbeszerzés, kivitelezés, egyéb minden, tehát szép folyamatába történik, és tavasszal elkezdjük ezt a hatalmas munkát.